6-7-es felkészülést követően vág neki a szezonnak a Sényői futballcsapat. A keret némileg átalakult, több játékos távozott, és 7 új labdarúgó csatlakozott a továbbra is az Imrő László Fiumei Viktor által irányított együtteshez. Az igazolásoknál figyelni kellett az úgynevezett fiatal szabályra is, amely szerint egy 2004-es születésű játékosnak végig pályán kell lennie a meccseken. A játékos mozgásról annyit, hogy valóban voltak ugye azért tényleg szép számmal érkezők, távozók, de a maga, aki régóta alkotja ezt a csapatot, az ugyanígy együtt van, valamint olyan játékosok is visszatértek, ugye, akik már fociztak Sényén, úgyhogy számukra nem ismeretlen ez a közeg, és ők, hozzájuk is ugye bátran tudunk nyúlni. A fiatal szabály ugye az úgy gondolom, hogy minden csapatnak nehézséget és fejtörést okozott. Megpróbáltuk mi is, ugye akár házon belül is vannak fiatalok, akik velünk edzettek, meg nálunk is maradt ugye a Nagy Zoli. Akkor érkeztek ugye a Nyíregyházáról játékosok, meg még máshonnan is, hát megpróbáltuk őket. Ugye ez volt az egyik legnehezebb feladat, hogy ez alatt a 6 hét alatt valahogy beépíteni őket, és ugye olyan erőállapotba kerüljenek, amit megigényel ez az osztály. Nem csak a Sényői csapat, az NB3 keleti csoport mezőnye is átalakult. A Kőrös Ladány, a Pénzügyőr, a Karcag, a 60, a BVSC és a Vasas 2 is újoncnak számít keleten. A 20 csapat között 5 NB1-es, illetve NB2-es csapat második együttese is szerepel. Mi most kezdjük ugye az 5. évünket. Én így akár látatlanban is kimerem jelenteni, hogy szerintem ez lesz a legerősebb év, így a csapatokat nézem. Nem tudnék most mondani olyan csapatot, aki ebből a 20 fős mezőnyből kilógna. Ugye ide került 4 pesti csapat is, Pest környéki csapatok is, csak jó csapatok alkotják, úgyhogy ez egy nagyon nehéz bajnokság lesz. A Sényű vasárnap 17:30-as kezdettel hazai pályán a Putnok ellen kezdi bajnoki szereplését. A Putnok ellen van egy kis törleszteni valónk, mert pont az előző bajnokság vége fele játszottunk velük itthon, az a mérkőzés nem igazán úgy sikerült, ahogy szeretnénk, úgyhogy még ott elég friss az élmény, szeretnénk mindenképpen visszavágni, valamint ugye tényleg nagyon fontos a jó rajt, most ez hatványozottan is igaz, mert nagyon erőltetett menet lesz az augusztus, ugye rögtön egyébként már szerdán is lesz egy forduló, megyünk Karcagra, utána kupamérkőzés következik, lesz, azt mondja, hogy 3 szerdai forduló, 2 kupamérkőzés, úgyhogy nagyon sűrű lesz a program augusztusban, ha nem jól kapjuk el az elején a fonalat, akkor könnyen be lehet ragadni. Az első forduló további párosítása a következő, Kisvárda 2 Eger, DVTK 2 BKV Előre, Vasas 2 Jászberény, DVSC 2 Kőrös Ladány, Békés Csaba 2 BVSC Zugló, Tiszafüred Karcag, Füzesgyarmat Deac, 60 Hajdúszoboszló és Tiszaújváros Pénzügyőr.